Ahányház annyi szokás, és karácsony közelettével nyugodtan kijelenthetjük, hogy ahányház annyiféle halászlé. Ha valaki még nem döntött, hogy miért készítsen, annak segítünk. Dr. Szűcs Lajoshoz látogattunk el, aki egy igazán ízletes halászlét készített nekünk. Üdvözlöm! Megérkeztünk, hogy megnézzük, hogy ön hogy készíti a karácsonyi halászlét. Hát akkor fáradjatok melyem. Üdvözlöm! Megérkezett a stábunk. Kérdés, mitől lesz másabb ez a halászlé, mitől lesz Szűcs Lajos féle fajta halászlé ez a mostani? Hosszú évek munkája van ebbe a halászlébe, és nem szégyellem azt, hogy minden évben valamivel, kicsivel megpróbálom jobbá tenni a halászlét. Most már az a cél, hogy ha tegnap csináltunk egy jó halászlét, akkor ne csak ma, hanem holnap is jó halászlét tudjunk csinálni. Ez miben nyilvánul meg? Tehát mi az, amire mindenféleképpen ma figyelni fogunk? Én minden szakáccsal, szakácssággal, gasztronómiával foglalkozó műsorban, könyvben azt látom, hogy a legfontosabb dolog a pontosság. Elsősorban a hozzávalók minőségében, a hozzávalók mennyiségében, és természetesen a készítés módjában való pontosság. Akkor lássuk. Terül-terül asztalkám. Mi kell a jó halászléhez? Milyen alapanyagokat fogunk a mai nap folyamán majd most felhasználni, mert itt azért elég sűrű vagyunk. Szerintem viszonylag egyszerű a jó ételek, az egyik ismérve az, hogy egyszerű alapanyagokból készülnek, és nem sok alapanyagból. Itt az asztalon is van ponty, van vöröshagyma, van piros paprika, só, egy kis paradicsom, és amit talán nincs itt az asztalon, de égi áldásként kapunk, a víz. Ilyenkor felmerül bennem a kérdés, hogy egyfajta halból érdemes a halászlét elkészíteni, vagy többféle fajta halból? Tehát mi az, ami ízvilágilag jobban kijön ilyenkor? Tehát... Ez egy nagyon komoly filozófiai kérdés. Sokan szoktak énekelni erről a dologról. A legegyszerűbb, hogy a magyar emberek asztalára mostanában karácsony tájéken talán a leginkább a ponty kerül, éppen ezért azt gondoltam, hogy egy ponthalászlét fogok készíteni. A sztori pedig természetesen a hal mellett a halász szóból ered. A halászok készítették ezeknek a ételeknek az alapját, és itt van két olyan halászlékészítési mód, amit most már Magyarországon hungarikumként is tudunk kezelni, a bajai és a tiszai halászlét. A bajai halászlé az abból indult ki, hogy nem túlságosan sok idő van arra, hogy a halászlét el lehessen készíteni. Egy bajai típusú halászlének a készítési ideje az egy 40-50 perc az elejétől a végéig. A tiszainál pedig készül egy alaplé, egy kicsivel sűrűbb és talán tartalmasabb étel. A bajaihoz még levesbetétként gyufatésztát készítenek, amit régen a legenda szerint a halászok feleségei a hajódeszkán szeleteltek gyufa fej nagyságúra. És azt is el tudom mondani, hogy nálunk ez úgy alakult ki, ez a fajta receptúra, amit szeretnék megmutatni a nézőknek, hogy mint minden gyerekes családban a hallal kapcsolatban félelmek fogalmazódtak meg. Én amikor elkezdtem horgászni, akkor amikor először hazahoztam a halakat, akkor azt mondták, hogy júj, ez szálkás, ez nem jó, nem finom, halíze van, és hasonló történeteket. És szépen lassan odáig jutottunk, hogy a halat kifilézzük, szálkamentesítjük, és olyan nagyságúra vágjuk, amivel bárki számára élvezhetővé lesz. Készül egy alaplé, majd elmondom annak is a trükkét. A recept az világos és egyszerű, meg fogjuk mérni a halakat hozzá, a hagymát, a víznek a mennyisége, ami nagyon fontos, és természetesen a sónak és a paprikának is a mennyisége, amit itt a asztalon látható mérleggel meg fogunk tenni. Általában úgy találkoznak a hallal háziasszonyok, hogy már felbontották. Most megmutatom, hogy én hogy szoktam kifilézni. Ez egy tükörpontja, aminek kevés szálkája van.
éppen ezért kevés pikkelye van, éppen ezért nem kell túlságosan sokat foglalkozni vele, csak jól megkapargatni, hogy a nyákot leszedjük róla. És utána talán a legfontosabb dolog, amit a halnál el kell mondani, hogy sajnos elég sok az a hulladék, amit nem lehet teljesen felhasználni, viszont ez nekünk jól jön a halászlé készítésekor. Gerinc mentén ejtünk egy vágást, amit végigviszünk majdnem a farok vonaláig, és akkor itt elkezdjük a halhúst lefejteni. Közben azt kell, hogy kérdezek egy olyat, hogy ösztönösen keresi a ízek harmóniát, vagy inkább receptből főz? Íz is. Van, amit így kell, van, amit pedig úgy kell. És hogyha jól dolgoztunk, akkor kaptunk egy ilyen filét, amiből a hasa részét azt meg fogjuk sütni, a hátán lévő rész azt pedig el fogjuk készíteni a halászlébe. Ez a része fog a halászlébe, az alaplébe kerülni. Mondhatjuk azt, hogy a halnak minden egyes alkatrésze föl lesz majd használva? Így van. Ez teljesen így van. Most következik a nem szeretem rész, amikor a halban lévő kopoltyút kell eltávolítani. Ez egy kis odafigyeléssel és gyakorlással viszonylag egyszerűen megtehető. És van itt még egy dolog, ez a bizonyos keserű fog, amit már a pontyokban nem nagyon szoktunk meg, de ezt a keserű fogat kipattintjuk belőle. Ha szépen jó késsel dolgozunk, akkor ketté lehet választani a fejet. Mert ezekre a részekre, amik ilyen módon a fejben vannak, sűrítő anyagként nagyon sok, és jót fogunk számolni. Szóval ott tartunk, hogy kifiléztük a halat, fő van darabolva, minden alkatrésze úgymond a helyén, viszont most akkor mérjük meg. Hát ugye ez egy fontos dolog, azt beszéltük az elején, hogy azt szeretnénk elérni, hogy egy halászlét azt ne csak egyszer tudjunk megcsinálni, hanem gyakorlatilag a receptet mindig az adott körülmények közé igazítva ugyanazt a minőséget érjük el. Ez az éttermeknek is az legnagyobb története, hiszen hogyha elmegyünk valóban és jól éreztük magunkat, és még az étel is finom volt, és legközelebb megyünk, és nem ugyanazt az ízt érezzük, akkor kicsit csalódottak vagyunk, a halászlénél is így van, és ezért fontos az, hogy megmérjük a hozzávalókat. Ezért van itt a mérleg, meg egy kis csalás. Én is már átöltöztem, mert kicsit véres lett az előző kötény. A csalás abban van, hogyha megnézitek, akkor két azonos edényt hoztam, azért, hogy meg lehessen nézni majd a táráját az edénynek. Éppen ezért csinálunk egy mérést. Tehát most azt mutatja, hogy 0 gramm, és rajta van az edénynek a súlya. És most rátesszük ezt az edényt, ami azt mutatja, hogy ez bizony 2,7 kg. A megmosott és kicsit földarabolt dolgokat is megnézzük, és hát ez pontosan 2,7, tehát összesen 5,4 kg halhúsunk van. Innen jön a számítás. Az mikor 5, már izgalmas része? Az 5,4 kg-hoz 50 deka hagymát fogunk használni. Felmerül bennem a kérdés, mert hogy azt tartják, hogy a jó halászéhez a régi hagyma az, ami fontos. Ma már nem nagyon tudjuk megmondani, hogy mikor a régi, meg mi nem a régi. Egy a lényeg, hogy jó magyar makói hagymát használjunk hozzá, és ebből megpróbálunk egy 50 dekányit felhasználni. Milyen hozzávalók fognak most előtérbe kerülni, tehát mit fogunk fűszerezni, vagy mivel fogunk fűszerezni? A halnak egy fűszere van, a só meg a piros paprika, aki mindenféle vegyes halfűszerekkel, meg halászlékockával próbálkozik, az a mi családunkban azt majdnem ki is szokták tagadni. Ha, ahogy látjátok,
Ez egy friss hal volt, megfelelően készítettük elő. Jó piros paprikánk van, jó hagymánk van hozzá. A csapvizet azt mindenki belegondolhatja, hogy az nem rossz, hiszen Magyarországon a vizek jó része az majdnem ásványvíz minőségű. Nem fogunk tudni rosszat csinálni belőle, hogyha az megfelelő arányban készítjük el. Tehát 5,4 kg halhúsunk van. Ezt úgy kell számolni, hogy az 5,4 kg halhoz kell közel 54 deka hagyma, kell hozzá majd 5-5,5 pupozott kanál piros paprika. Kilónként 2 dekagram sót szoktak használni a nagyobb éttermekben. Ezt majd azért a saját ízlésünkhöz hozzáigazítjuk. Bocsánat. És a legfontosabb kérdés maga a víz. Ha jó halásztét akarunk készíteni, akkor én a háziasszonyokat és azokat az urakat, akik majd halászlét akarnak készíteni, arra kérem, hogy ennek a receptnek a legfontosabb része, hogy másfél liter víznél kilogrammonként többet ne tegyünk. Most is egy kicsit kevesebbet fogunk tenni, olyan 1,2. Ez miért annyira fontos? Azért, mert a hal főzése során, hogyha túlságosan sok lé lesz belőle, akkor mondjuk úgy vékony lesz a halászlé. Nem lesz olyan finom, tartalmas, és nem lesz olyan sejmes, mint amit szeretnénk majd elérni. Hát akkor lássuk. Innentől kezdve a dolgok föl fognak gyorsulni, hiszen nagy lángon fogjuk ezt készíteni. A hal alaplé forrásától számítva kb. 40-45 percig fogjuk ezt nagy lángon rotyogtatni, utána leszűrjük, és a közben elkészített filéket besózás után pedig belerakjuk a leszűrt alaplébe. Azt már csak egy 10-15 percig fogjuk főzni. Fontos kérdés, passzírozás. Azt fogunk-e most ennél a halászlénál? Ennél a halászlénál nem. Régi nagy kérdés, hogy a passzírozást azt megengedjük-e, hogyha azok, akik halászlét készítenek és passzírozni szeretnék, azoknak is ez a módszer, amit én fogok ajánlani a főzés közben, az nagy segítség lesz. Nem fog elválni egymástól a lé és a sűrű passzírozás. Ennek pontosan az a lényege, hogy egy homogén, egynemű, szép színű és jó ízű lét készítsünk. Hát erre most kíváncsi leszek. Föltettük az alaplét, már lehet hallani. Most kezdjük el elkészíteni, amit mondtam, a hasaljából a sültnek valót, és a gerinc részből pedig a halászlének valót. Nagyon egyszerű, ejtünk egy vágást, amivel végigvágjuk itt a halat. Természetesen mindenkit kérek arra, hogy jó késekkel dolgozzon, mert az a legfontosabb része. Ebben a részben semmilyen szálka nincsen már, úgy dolgoztunk. Úgyhogy egy ilyen újnyi vastagra fölvágjuk őket, és ami fontos, most kezdjük el besózni a halakat. És most történik meg, amitől a szálkákat eltüntetjük a gerinc részbe. Ebben a részben Y alakú szálkák vannak, és azt tesszük, hogy ezeket az Y szálkákat átvágjuk, és amikor besózzuk, a só savassága a szálkákat részben föl fogja oldani, nem is fogjuk megtalálni. Ha jól hallatszik, akkor ilyenkor egy kis recsenő hangot lehet hallani, és ilyen alakúra vágjuk és beírdaljuk ezeket a szeleteket. 3-4 írdalás után elvágjuk. Itt én hallom, remélem a nézők is, hogy ropog a szálka, hogy átmegy rajta a kés, és amikor végigértük, akkor ezt egy másik edényben beletesszük, hiszen a sült és a halászlébe való az kicsit el fog válni, és ezt is jól megsózzuk.
alapni, kezdődik a fűszerezés. Így van. Teszünk egy paradicsomot, és belejtjük. Így? Csak így ennyi. Az elég, nem kell vele túl sokat foglalkozni. És de megszámoltuk, megmértük, 5,4 kg a halunk, akkor 5 pupozott kanál fűszerpaprikát teszünk bele. Fontos dolog, hogy nagyon jó minőségű házi piros paprikát használjunk. Ezt viszonylag már elég könnyű beszerezni, hiszen ha öreg termelőket találunk, akkor ezt megtesszük. Ez most cecéről való, ez a piros paprika. Látható, hogy nagyon szép piros, és majd később, amikor a lé is elkezd dolgozni, akkor látszik igazából, mert sajnos ezeknek a halászléknek az a legnagyobb trükkje, hogy egy konyhai gáztűzhelyen nem lehet elkészíteni őket. Nincs meg a megfelelő nagy láng és hőmérséklet, amivel kell rendelkezni ahhoz, hogy a paprika ilyenkor szublimálódjon, elegyet alkosson a vízzel, szétcsapódjon, szinte teljesen más állagú lesz, mint amikor ilyenkor por alapban használjuk később. Ilyenkor már lehet sózni. Két kanál sót beletehetünk nyugodtan. És majd a végén ízlelés alapján tesszük hozzá a fűségest, hiszen a halat is sóztunk. Megvan a fűszerezés, forra halászlé. Mennyi idő innentől számítva? Kb. 30-35 percet kell még forralnunk nagy lángon. Minél jobban összeérjenek az ízek, és minél jobban ki tudjon oldódni egyrészt a paprika, másrészt a halaplé a lénkbe. És egy picit ugye, mivel a forrás során veszít a párolgási veszteség miatt a nacsonyok, egy kicsit össze is csúcsik. Nem kell utána tölteni semmi vízzel, semmi ez így most annyi víz for. Van, ebbe annyi víz van, amennyi a léhez nekünk szükség. Rotyog a halászlé, viszont marad még a halból alkatrész, amit most... Így van, ezt a bizonyos hasalját kisütjük. Aki rántani szeretné, az ránthatja. Én pedig azt fogom tenni, hogy egyszerű kukoricavízbe fogom beleforgatni, és van itt egy kinti használatos kis fritőz. Ezt is azért találtam ki, hogy ne kelljen bent a konyhában, a lakásban mindenféle illatokat tartani. Itt kint meg tudom csinálni, miközben készül a halászlé, aközben el is készül majd a bizonyos haltököltyű is. Hajrá! Elkészült már a töpörtyű is, illetve már most már a halászlé is. Mi a következő mozzanat? Hát gyakorlatilag ez alatt az idő alatt már a haltöpörtyűnek az utolsó része sül ki. Most egyszerűen leszűrjük az alaplevet, utána fölforraljuk, belefőzzük a besózott, beérdalt halszeleteket, és készre főzzük. Elkészült a halászlénk, nagyon-nagyon szép színe van, ezt én most itt tanúsíthatom. Akkor jött a tálalás? Igen. Én azt szeretném mindenkinek mondani, hogyha van kedve és ideje itt a karácsonyi szezonban ezt megcsinálni, akkor tegye meg. A recept tényleg nagyon egyszerű, hiszen víz, egy kis hagyma, paprika, só és hal kell hozzá. És az egyszem paradicsom. Az egyszem paradicsomot azért tettük bele, nehogy valaki azt gondolja, hogy nincsen semmi trükk az egész történetben. Nincsen benne trükk.
A trükk az, hogy oda kell figyelni az alapanyagok minőségére és mennyiségére. Ez azt gondolom egy 6 fős karácsonyi vacsorához mindenképpen elegendő, és ha marad belőle, és berakják hűtőben másnap, a Matula bácsi féle pirítósaként, kocsonyaként túlélheti a reggelt, és azt hiszem jól látható, hogy ha jó minőségű piros paprikából dolgozunk, akkor ilyen szép színű lesz. Most ezt megtalálom és megmutatom. Kész a halászlé. Ilyen próbakostolás? Hát nyugodtan. Isteni finom. És nekem még mindig hihetetlen, hogy lényegében csak ennyi fűszerből áll az egész, nem passzíroztuk, és hát passzírozta az elnök úr. Finom nagyon. Nagyon boldog karácsony szeretnék kívánni önnek és a családjának a stáb nevében. És önöknek is, kedves nézőink, így készült Szűcs Lajos úr által a halászlé. Reméljük, hogy mindenkinek sikerül otthon elkészíteni, és mindenkinek nagyon boldog karácsonyt. Áldott békés karácsonyt mindenkinek. Williams Televízió.